A Fehér Bot nemzetközi napja alkalmából a Vakok iskolájának kórusa vendégszerepelt a Megyeháza dísztermében Nyíregyházán. A rendezvényt a Vakok és Gyengén Látók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat közösen szervezte. Baracsi Endre azt mondta, mindannyiunk közös feladata, hogy megtanuljunk egymással együtt élni. Én biztos vagyok benne, hogy ezzel az érzékenyítést is nagyban segítjük, hiszen azt hiszem, hogy ez tényleg egy olyan küldetés, akár a hétköznapokra nézve, akár az ünnepnapokat tekintve is, hogy mindig felhívjuk a figyelmet arra, hogy igenis nekünk a legfontosabb feladatunk az együttélés, hiszen vannak olyan sorstársaink, akik különböző fogyatékossággal élnek, és ők is ugyanolyan fontos tagjai a társadalomnak, és ugyanolyan szerepük van, akár a közösségépítésben, akár a hétköznapokban, és azt hiszem, hogy ez a mai nap is pontosan ezt a célt szolgálja, hogy ebben előre lépjünk egyet, segítsük a közösségbe bevaló integrációt, és segítsük azt is, hogy amellett, hogy ők megtalálják a helyüket a társadalomban, amellett pedig, hogy mi is elfogadóbbak legyünk a hétköznapokban is, mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos feladat. A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete 2004-ben alakult, amelynek Nyíregyházán van a székhelye. A fő tevékenységük az érdekvédelem, a kultúra, valamint a látássérülteknek nyújtott speciális szolgáltatások, mint például a Braille nyomtatás, hangos könyvek készítése, felolvasások és a közlekedés tanítása. Az egyesület elnöke Nemes Nagy Tünde hangsúlyozta, minden látássérült saját kompetenciákkal rendelkezik, és mindenkinek másra van szüksége. A mai apropon belül itt vagyunk a Megyeházán, ez a Fehér Bot napja, ami október 15-én van, ez egy nemzetközi program. 1976-ban az ENSZ nyilvánította október 15-ét a Fehér Bot világnapjává. Ezen a napon egy picit mindig nagyobb az odafigyelés ránk látássérültekre. A Fehér Bot az azért való és azért van, hogy a látássérültek utcai közlekedését segítsen bele kitapogatni a gödröket, a nem akadálymentes területeket, az útlezárásokat, az útépítéseket, illetve hogy a látássérültek, teljesen vak emberek, vagy az alig látó emberek észrevegyék a lépcsőket, ami előttük van. Flamik Mária, a Vakok iskolája kórusának karvezetője elmondta, 18 fővel érkeztek. Néhány évvel ezelőtt élesztették újra az iskola régi kórus hagyományát. A karvezető azt is elmondta, hogy főként hallás után tanulják meg a dalokat a zenetörténet különböző korszakaiból, így a kiváló énekesekkel előadott repertoárjukban Bárdos Lajos művei, középkori madrigálok és néger spirituálék egyaránt elhangzanak. Mindenki azért zenél, mert szereti. Tehát ide nem kötelező járni, de mindenki azért jön, mert ez jó neki, mert barátokat talál, mert ismerettségeket köt, mert egymást segítik a fiatalok, mert jó együtt muzsikálni. A kórus működése a koronavírus járvány alatt sem szűnt meg teljesen. Flamik Mária azt mondta, a kényszerpihenő alatt főként a zenetörténettel foglalkoztak. A karvezető úgy véli, a közös éneklésre nagy igény van a látássérültek körében is, és egyre többen csatlakoznak hozzájuk.